az imába, és akkor valamelyik például wajib, szóval kötelező dolog, és akkor az a ima végén az ember teszi. Hogy ezt a laborulás az az ima végén, hogy kiegészíti azt a hiányt, vagy a gyanú is, ami merül az imába, hogy nem tett meg. Szóval ha véletlen például, nem tudom, én imádkozok egyedül, és az női testvéreink például, ha valaki imádkozik otthon, és a maghrib ima, mondjuk, hogy a harmadik rekába valamilyen ok miatt kezd gondolkozni, hogy most én csináltam szujúd, vagy csináltam a tesehud, vagy nem csináltam, mondtam a tesehud, vagy nem csináltam, akkor, ha már kételkedek benne, akkor csinálják az leborulást. Akkor csinálják leborulást. És ezt a proféta békeregyen velem mondott egy hagyományban, azt mondtam, ha a proféta békeregyen, ha valaki köztetek elfelejt valamit, akkor boruljon le kétszer. És a proféta békeregyen vele azt tette még. És ez egy hagyományban, amikor a proféta békeregyen vele egyszer imádkozott, egy négy rekás imát. És akkor köszönt a második reká után, szóval a tesehud után köszönt, és akkor rögtön felállt gondolkozva a valamit, valamivel, hogy ő zavarta őt, vagy valamire gondolkozott, és azt hitte, hogy ő befejezte az imát. És akkor felállt egy férfi, akit úgy hívják a Duliedein, szóval voltak neki valószínű, hogy ilyen hosszú kezei voltak, szóval úgy hívták, hogy a két kezes. És akkor azt mondott a profétának végkeregyen vele, hogy az a férfi azt megkérdezte, hogy rövid lett az ima, vagy te felejtetted el. És a proféta végkeregyen vele azt mondott, hogy nem felejtettem el, és nem lett rövid. És utána a proféta végkeregyen vele kérdezte a többiektől, hogy valóban igaz, amit mond a kétkezes férfi, és azt mondták neki, igen. Szóval két rekát, és akkor rögtön a proféta végkeregyen vele visszatért, az imához csinált Allahu Akbar, és akkor imádkozott még kettőt, és akkor utána leborult a proféta, és akkor leborult két, úgy hívják, hogy eltévedési, vagy felejtési, feledékenységi leborulás. És akkor mi az oka annak, hogy az ember miért kell ezt megcsinálni, ez a feledékenységi laborulás? Három okja. Ha többet tesz valamit az imába, vagy kevesebbet, vagy kételkedik. Szóval mit erre hozok egy példát? Hogyha például a reggeli ima az két reká. És akkor imádkoztam két rekát, és akkor utána felálltam a harmadikra. Mert valamit zavar engem, vagy valamit gondolkoztam, és azt hittem, hogy most, szóval valamilyen ok miatt felálltam, és akkor itt már többet mozogtam az imába a kelleténél. Ez úgy hívják, hogy ez többet. És akkor ilyenkor üljek le vissza, és akkor mondjam a tesehudot, és akkor utána köszönjek jobbra-balra, és akkor utána boruljak le két leborulás, feledékenységi leborulás. És akkor a kevesebbet, hogyha például én imádkoztam mondjuk, hogy a déli imát. És a második reggel után tudjuk, hogy egy kis, úgy hívják, hogy tehiyyát mondja az ember, és akkor a második reká után fölálltam, elfelejtettem mondani. Akkor ne üljek vissza, hanem folytassam az imát, és akkor tegyem még a harmadikat és a negyedik, és mielőbb köszönök, akkor boruljak le, mert itt kevesebbet. Most kiegészítem az imát, kiegészítem az imát, hogy imád. És a sekk, a kételkedés, most például imádkozok a napnyugtáig. És akkor a harmadiknél, most kételkedek, most hármat imádkoztok, vagy kettőt? Most az a harmadik, vagy a második, akkor inkább úgy hívják, hogy
ami biztos, hogy megtettem az kettőt, akkor csinálják még egyet, és akkor laboruljak köszönés után. Úgy hívjak, hogy a két éget. Itt mikor kell csinálni ezt a két feledékenységi laborulást? Vagy mikor kell csinálni? Ha valóban tettem olyasmit plusz, ami az imából való. Mit jelent ez? Hogy amikor például a rukó helyett, egy rukó helyett csinálok kettőt. Vagy leborulás helyett kettő, akkor csinálok hármat. Vagy fölálltam kétszer az imában. Vagy leültem az első reká után, azt hittem, hogy kettőt, és akkor mondtam még egy tesehodot. Szóval a lényeg a mozdulatok közötti, úgy hívják, hogy majdnem 10-15 másodperc plusz valamit tette. Mert itt említi például, van egy hagyomány, nem tudom, Nimasz Hadradi Allah, azt mondta egyszer, a proféta béke legyen imádkozott ötöt. És amikor befejezte az imád, akkor az emberek kezdtek egy ilyen suttogni egymást, és akkor és a proféta béke legyen megkérdezte, hogy mi baj van. Azt mondták neki, hogy plusz lett az ima, szóval ötöt lett az ima. Azt mondta nem. Azt mondták neki, hogy akkor imádkoztál te ötöt. És akkor a proféta béke legyen vele, rögtön alaihi szalám, visszafordult a kibla felé, és csinált kétszer leborulás. Feledékenység? Feledékenységi leborulás. Amikor imádkozott, igen. És akkor csinált Allahu Akbar, és akkor kétszer leborult a földre, és akkor utána köszönt. És a proféta béke legyen azt mondta, hogy én ember vagyok, mint ti, én is feledkezem, mint ti. Azt mondta a proféta béke legyen vele, hogy ha valaki köztetek elfelejt valamit, akkor boruljon le két feledékenységi leborulás. És akkor, hogyha az ember ima közben győződik róla, vagy szóval ha például befejeztem a negyedik, és akkor fölálltam az ötödikre. És akkor észhez tértem, hogy az ötödik, akkor rögtön menjek le, és ne rögtön üljek le, és ne folytassam az ötödik. Ha már győződtem róla, hogy már az ötödik. Szóval ne csináljam öt rekát, mert az ima, az öt rekát, vagy a reggeli ima az kettőt, és akkor a harmadikat felálltam, akkor ne folytassam el. Hanem rögtön üljek le, és akkor mondom a tahiyyát, és akkor utána leboruljak. Mert az ima, a reggeli ima az kettő, vagy a déli az négy. Ha meggyőződtem róla, hogy az ötödik csinálom plusz, akkor ez ne folytassam. Ha például leborultam két szügyúd helyett, akkor harmadik, neki akartam csinálni a harmadik szügyúd, akkor nem. Akkor ha ne folytassam, akkor rögtön szakítsam meg, és térjem vissza az imát. És akkor a második lehetőség, hogyha valaki például köszönt, mielőtt befejezte az imát. Az jelenti, hogy köszönt a reggeli ima az első reká után, vagy a déli a harmadik után, vagy köszönt a második után. Szóval a lényeg, hogy köszönt, mielőtt befejezte a kellő mozzanat szám. Szóval bármelyik mondjuk a maghrib három reká, és akkor a második reká az ember köszönt, akkor rögtön csinálni. Mert a proféta béke legyen vele egyszer köszön, a harmadik reká után haszr, délután, és azt a hagyományra a proféta az a két kezes félte, azt mondta, hogy rövidebb lett az ima, és a proféta béke legyen vele, azt mondta, hogy nem rövidebb, és akkor kiment, és akkor imádkozott még egy rekát, és akkor utána köszönt, és akkor leborult kettőt, és akkor utána köszönt. Hogy? Kettő. Szóval egy gyereká imádkozott az asszer három reká. És akkor csinált még egy gyerekát, és akkor így négy, és akkor utána leborult. És akkor a harmadik lehetőség, ha valaki például olyasmit mond az imába, ami nem az imától van. Ha szándékosan például valaki leborul, és akkor Subhani Rabbil Azim helyett kezd olvasni Korán.
Ha szándékosan azt teszi meg, akkor az ő imája érvénytelen. Például tudjuk, hogy amikor valaki lehajol, akkor ilyenkor kell mondani Subhána Rabbiel Azim, Subhána Rabbiel Azim, Subhána Rabbiel Azim. Ha valaki szándékosan kezd olvasni Korán, akkor az ő imája az érvénytelen. De ha véletlen Subhána Rabbiel Azim helyett azt mondja, hogy hívják, hogy például Allahu Akbar, vagy Isten bocsásson meg, vagy nem mondja Subhána Rabbiel Azim, akkor neki kell a feledékenységi leborulás. Mert más mondott, amit megfelelően. De itt kell különböztetni, hogy a szándékos és a nem szándékos. Vagy a negyedik variáció, hogyha elhagy valami, ami nem a pillérek között. Szóval a pillérek között az érvényteníti az imát. Például elhagy egy ima, egy rekát, és akkor utána már egy idő után eltelik, akkor ismételni kell az egész imát. De ha például valami kötelező olvasás vagy ilyesmi, elhagy, akkor érdemes, vagy kell csinálni két leborulás. És erre egy hagyomány van, hogy a proféta békeredjen vele egyszer imádkozott, két rekát. És azt mondja, hogy a proféta békeredjen vele imádkozott két rekát. És akkor utána fölállt. A második reká után. Szóval valószínű, hogy lehet, hogy mondjuk, hogy ilyen reggeli ima, és az fölállt a második után, a harmadikra, mint hallaná, a harmadik akar csinálni, és akkor az emberek fölálltak vala, és amikor befejezte, vártuk, hogy hívja, hogy köszön, és akkor nem köszönt, hanem leborult két feledékenységi leborulás, ülve, és utána köszönt. Ez valószínű, hogy az a pont vonatkozik a Maghribra. Hogy a proféta békeredjen imádkozott két rekát, és akkor ehelyett, hogy mondta a tesehud, akkor rögtön fölállt a harmadikra. Szóval nem mondta a tesehud, hanem befejezte az imád tesehud nélkül, a második tesehud nélkül, a második reká utáni tesehud nélkül, és akkor így úgy hívják, hogy kevesebb lett az ima. Mert ez wajib. Szóval a tesehud az kötelező megtenni, és ha valaki szándékosan, akkor az ő imája az érvénytelen, de ha nem szándékosan, akkor az a feledékenységi leborulást tegye meg. Például erre vonatkozik, hogy ha valaki nem mondja a tesehud, vagy valaki nem mondja a teszbih, Subhána Rabbiel Azim, vagy Subhána Rabbiel Alá, szóval leborulás még a lehajolásnél, vagy amikor azt a két szegyde között azt mondja, Rabbi Gfirli, Isten bocsásson meg nekem, vagy ezeket a tekbírát, szóval Allahu Akbar nem mondja, akkor érdemes ezt megnézni. És akkor az ötödik variáció, amikor az ember kételkedik, hogy nem tudja, hogy hány rekát tett meg, három, vagy négy, egy, vagy kettő, akkor úgy hívják, hogy győződjön meg róla a legkevesebbet, amit tett, és akkor utána próbáljon folytatni. Például, hogyha imádkozok most a délutáni ima, az tudjuk, hogy négy reká, és akkor mondjuk, hogy a második része az imába, akkor már nem tudom, hogy most hármat imádkoztam, vagy négyet. Vagy kettőt. Már nem tudom eldönteni. Akkor ami biztos, emlékszem rá, az kettő. Akkor tegyek még kettőt, és akkor utána csinálják két leborulás, feledékenységi leborulás. És a proféta béke legyen vele azt mondta, hogy egy hagyományban, amit Ebi Hurajra lejegyezte, azt mondta, hogy ha valaki köztetek akar imádkozni, akkor jön hozzá az ördög. Szóval az ördög kezd zavarni őt. Szóval olyan gondolatokat, meg olyan dolgokat kezd
emlékeztetni még ilyesmi, hogy amíg az ember, eddig amíg az ember nem tudja nagyjából, hogy hány imát tett meg. És akkor azt mondta a proféta, hogy ha valaki köztetek ezt találja még, akkor boruljon le két leborulás, de az jelenti, hogy ami kevesebbet építsen rá, az jelenti, hogy ami biztosra, akkor menjen rá, hogy biztos, hogy két rekát imádkoztam, akkor folytassam a két reká után, hogyha a négy rekát, akkor még kettőt, a három rekát, akkor még egy. És akkor a proféta békeregyen vele azt mondott egy hagyományban, hogy ha valaki köztetek kételkedik az ő imájában, hogy imádkozott hármat vagy négyet, akkor akkor hagyja el azt, ami kételkedik, és akkor támaszkodjon, vagy bízza magát, ami biztosra, és akkor utána folytassa a biztosra, az jelenti, hogy ha hármat, akkor a háromra, és akkor tegyen még egy negyediket, ha négy rekás ima, vagy két rekás imát, akkor nem tudja, hogy most egy vagy kettőt imádkozott, akkor építsen még biztosra, hogy egyet imádkoztam, és akkor még egy másodikat, és akkor utána két leborulás, feledékenységi leborulás csináljon köszönésre. És akkor a harmadik, hogy mikor ezt kell megtenni, vagy köszönés előtt, vagy köszönés után. Szóval, ahogy látjuk a hagyományokban, hogy néha a proféta béke legyen vele az ima a köszönés előtt, néha a köszönés után. Azt mondták a legnagyobb tudós, hogy a legnagyobb tudósokat, hogy akkor rábízzák az ember, hogy vagy a köszönés előtt, vagy a köszönés után tegye még, mert minden két esetről jegyezték a proféta béke legyen vele, hogy néha a köszönés előtt, néha a köszönés után. Én olvastam egy hagyomány, egy nagyon híres tudós, az Sheikh Al-Islam Utemiyya, Isten legyen megelégedve, nagyon híres tudós, és nagyon sokan támaszkodnak az ő szavára. Azt mondták, hogy ha valaki plusz tett, akkor boruljon le köszönés után, hogy ne legyen kétszer több az imában. Ha valaki kevesebbet imádkozott, akkor inkább próbálja kiegészíteni az ima köszönés előtt. Szóval, hogyha például nem mondtam Subhana Rabbil Azim, helyette mondtam Allahu Akbar, akkor ezt, mivel úgy hívják, hogy kevesebb, akkor burulják le a köszönés előtt. Ha például tesahhudot elfelejtettem mondani, és akkor burulják le a köszönés előtt. Ha például nem olvastam Korán a Fátiha után, akkor burulják le a köszönés előtt. De ha valamit például mondtam, vagy három rekát tettem még, vagy három, igen, szóval két rukó, vagy három szujúd, három leborulás, vagy mit tudom én, a két reká helyett három rekát tettem még, akkor inkább köszönés után, hogy az ima ne legyen benne két plusz. Szóval, ha kevesebbet tettem az imába, olyasmit, amit kötelező is kevesebbet, akkor köszönés előtt, ha többet tettem, szóval plusz az imában húztam, akkor köszönés után. Az ötödik dolog, most van az ezán, és akkor inshallah az ezán és iqámok között beszélünk a tilával. A Korán leborulás, koráni olvasási leborulás, akkor inshallah most halljuk az ezán, és akkor valaki mondja.